és ebből aztán olyan dolgok jöttek elő, amik a számomra is rendkívül csodálkoztam rajta, hogy ilyesmik egyáltalán előfordulhatnak. Most röviden megpróbálom érzékeltetni, hogy miről lesz szó. A mindenség minden létező egységes egésze. A valóság egységes egésze. Az önmagában teljes valóság. Mivel minden létező egységes egésze, rajta kívül nem is lehet semmi létező. Tehát önmaga oka. Nem lehet rajta kívüli oka. Mert hogyha lenne, az is hozzátartozna. Akkor az is a saját oka lenne. Ha saját oka van, akkor cselekszik. Okoz. Előidéz. Önmagát okozza. Önmagát létesíti. Ez azt jelenti, hogy nem szorul másra. Időtlen idők óta önmagát létesíti. Vagyis örök. Az egyetlen, ami önerejéből él. Tehát az egyetlen, ami feltétlenül létezik. Az abszolút. És mindez benne van abban, hogy a mindenség minden létező egységes egésze. Rejtély, hogy miért nem gondoltam végig mindezt. És hogyha nincs rajta kívül semmi létező, akkor akadálytalanul cselekszik. Mert rajta kívül nincs semmi, ami akadályozhatja. Akadálytalanul létesíti a világot. Tudjuk, hogy itt vagyunk a világban, létesítette a végtelen sok jelenség világát. Akadálytalanul teremt. Tehát szintiszta teremtő erő. Önmaga a lét forrása. A lét létrehi, a létezés az ebből a teremtő erőből bújik elő. Három kozmikus teremtő erő hajtja előre. Ezek élő és cselekvő egészet. Ezek az anyagelv, az életelv és az értelemelv. A test, a lélek és az értelem, az atom, az érzés és a gondolat végső mozgatórugói. Kozmikus hatókörben. Láthatatlan erők, ezek mozgatják a láthatót. Ezekből a láthatatlan erőkből bújjuk elő a végén az, ami látható. Élő és cselekvő valóság. Sohasem tétlen. Mindenhol jelen van. Bennünk is. Bennünk is él és cselekszik. Ez a cselekvő erő. Mutatja az utat. És felhatalmazott bennünket a döntésre. A mindenség teremtő erői. Minden létező tárthatnak. Tehát bennünket is. Az ember az anyagelvnek, az életelvnek és az értelemelvnek a legteljesebb megnyilvánulási lehetősége, mert az emberi értelem egyetemes hatókörű. Az egyetlen, ami egyetemes hatókörű. Az ismert életformák közül. A Földön. Egyetemes. Épp úgy, mint a világegyetem. Kozmikus hatóerő. Épp úgy, mint a világegyetem teremtő erői. Tehát az ember a legteljesebb megnyilvánulási lehetősége a mindenségnek a Földön. A mindenség nem csak kint van, hanem bent is. A belső világunkban. És mi érezzük. És nem mindegy, hogy hogyan. A mai ember eltompult. Nem, már nem érzékeli. Időtlen idők óta mindig éreztük a mindenség életének irányító központját, ahogy bennünket át. A mindenség önmagát irányítja. Mindenütt jelen van. Bennünk is jelen van. Tehát bennünk van az irányító központja. És ez mutatja az utat. Ahhoz, hogy hogy élhetünk. A mindenség összhangban. Az lenne az igazi. Ha azt választanánk. Minden élőlény tudja, hogy hogyan éljen. Minden élőlénynek mutatja a saját útját. A fűszál a réten tudja, hogy hogyan kell fűszállá válni. Igazi fűszállá. És hogyha kell,
akkor a sziklarepedésből is ki tud bújni. És olyan tisztává válik, hogy csak na. A tücsök tudja, és úgy cirpel a réten, hogy csak na. A szarvas tudja, ösztönösen, összhangba vannak, azzal, ami mutatja az utat, az élet ösztönnek. Teljes élő lények. Az ember értelmes lény. Ez azt jelenti, hogy tudnunk is kell, felelősek vagyunk a tetteinkért. Ahhoz, hogy felelősek lehessünk, tudnunk is kell, hogy mit teszünk és miért. Tehát nekünk nem elég, hogy ösztönösen érezzük, hanem tudnunk is kell. És mindig is tudtuk, mert emberek voltunk, emberré váltunk. Amikor emberré váltunk, tudtuk, hogy mi az a mindenség irányító központja, ami mutatja az utat. Ez egy, nem lehettünk volna különben emberek. Ez mindig is így volt, időtlen idők óta. És csak pár ezer éve merült homályba. Már nem tudjuk, hogy kik vagyunk, és miért vagyunk itt. De a dolog természet, ugyanúgy, ahogy a fűszál természetében rejlik, hogy tudja, hogy kell fűszál lenni. Ugyanúgy az ember is mindig tudta, hogy kell embernek lenni. Csak olyan erők jutottak uralomra a társadalomban, amiknek nem az az érdekük, hogy ezzel összhangban legyünk, hanem azzal, hogy azzal legyünk összhangban, amit ők akarnak. Azóta nem tudjuk. Nagy jelentőségű megismerni, hogy tulajdonképpen hogyan is lehetne igazán élőlényé válni és emberré válni összhangban a bennünk élő mindenség akaratával. Pár ezer éve homályba került, és az a különleges helyzet állt elő, nem tehetek róla, és szó sincs róla nekem, ebben alig van, nagyon halvány érdemeim vannak ezen a téren, egyszerűen összeértek a szálak. Eltelt 3-4 ezer év, vagy 5. És mára összeértek a szálak. És ez az állapot, ami az elmúlt 3-4 ezer évet jellemezte, nem tartható fent tovább. Ez is elkövetkezett, fenntarthatatlanná vált a mai világ, de ráadásul összeértek a szálak, és az örünkbe hullott, ahogy a tudomány fejlődött. Bauer Erwin felfedezte az elméleti biológiát, az élet alaptörvényét, ami tulajdonképpen az élet ösztön, ami megmondja a fűszálnak, hogy hogy legyen igazán fűszál. És mivel a logika törvényei, azok ugyanúgy egyetemes törvények, tehát természettörvények, kultúra függetlenek, tehát az értelem törvényei is ismertnek tekinthetők. És akkor ez azt jelenti, hogy az élet ösztönt, az élet természettörvényét és az értelem természettörvényét is ismerté vált. Az is ismerté vált, hogy az anyagnak is egyetlen egy igazán mély törvénye van, ami az összes anyagot irányítja. Az anyag el, a legkisebb hatás el. Összeértek az évezredek. És már a király megértettük, hogy megérthetővé vált, hogy mi az a három alapelv, ami a mindenséget előre vonja. Történelmi fordulat idejét éljük. 3-4-5 ezer éve azt lehetne mondani, ezt várta az emberiség, hogy ez megtörténjen. Az élettelen anyag hogyan viselkedik? Minden gyerek tudja. A felnőttek kevésbé. Az élettelen testek passzívan viselkednek. Nem cselekvésképtelenek. Hogyha leejtünk egy követ, egyenesen esik a legrövidebb időn belül, hogyha attól el akarna térni, akkor fölmerülne a kérdés. Hogyan térjen el? És miért? És hogyha valamiért eltérne, akkor ahhoz több energia és több időt kellene felhasználni. A tehetetlenül esik lefelé, cselekvésképtelenül. Ez a fizikai test, minden fizikai testnek. Ez a közös jellemzője, és ez a közös lényege. És ez egy viselkedés törvény. Nem az, hogy milyen atomokból áll, hanem az, hogy hogyan viselkedik. Az a lényeg. És, hogyha ezt látjuk, hogy a fizikusok ezt nem értik, nem, mert ez mély gondolat, hogy van valami, ami minden fizikai testben közös. És ez éppen a legkisebb hatás el.
És a mai világ nem nagyon akar ilyen végreható tudást közérthetővé tenni. De egy Thomson nevű szerző 100 évvel ezelőtt megállapította, hogy az élőlénynek saját akarata, vagy saját elméje van. Kitartóan dolgozik olyan irányvonalak mentén, amelyek nem a legkisebb ellenállás útjai. Tudjuk, ismerjük a mai társadalomban. Sok ember úgy él a legkisebb ellenállás mentén. Mert még az se könnyű. De hogy még bevállaljon valamit, hogy nem a legkisebb ellenállás, ugye az már macerása. De az élőlénynek ez a jellemzője, hogy saját céljai vannak, olyan célok, amik az életéhez szükség, nem a túléléshez, ez egy szörnyű és tragikus életfelfogás. Sivár és pusztító. Az emberi lelket elpusztító. Az emberiséget elpusztító. Sivár, lélektelen eszme. Az élet egyetlen egy valami az, ami az élet élőlényeket élővé teszi, az élet ösztön. Ha nem lenne életösztönük, nem tudnának semmiféle életjelenséget, és főt nem tudnának cselekedni. Cselekvés az azt jelenti, a cselekvőképesség nem eredhet a cselekvés képtelenségből. Tehát, hogyha egyszer minden fizikai test a legkisebb ellenállás mentén gördül, mint például, ahogy a kő, a lavina, a hegyoldalon, nem tud másképp viselkedni. Az élőlénynek pedig épp az a jellemzője, hogy nem úgy viselkedik, hanem ettől eltér, saját céljai vannak, és azokért képes kitartóan küzdeni. Na ez az élet jellemzője. Ezt kellene szem előtt tartani, nem a túlélés. Nem a túlélésre kellene törekedni, hanem arra, hogy olyan célokat tűzünk ki, és küzdjünk is megért, hogy elérjük. Na akkor kezdődik az élet, hogyha az ember erre képes. Ezt elfedi az az eszme, hogy a túlélésre. Ez egy teljesen valótlan. Nincs olyan élőlény, amelyik a túlélésre törek, ami kizárólag a túlélésre. Persze van benne, az hozzátartozik, de az elemi szükségletek, hogy ellátása után kezdődik az élet. Az csak egy szükséges valami, hogy fönn tudjuk tartani az életünket, de utána kezdődik az, amiért élni érdemes. És amiért élni érdemes, az az, ami az életben varázslatos. És hogy ezt megértsük, ehhez kell még egy pár lépés. Mit mondtál, eddig az anyagelv, de megismertük, vagy elmondtam, most mi az életelvnek a lényege? Az életelv kimondja, hogy az élőlény akkor és csak akkor él, amikor kitartó erőfeszítéseket tesz az élet céljainak megfelelő célok elérésére. Tehát nem azért, hogy minél több pénzt szerezzem, nem azért, hogy minél nagyobb hatalommal tegyen szert, hanem az élet fölemeléséért. A teljes mértékben élő lény minden pillanatban minden energiáját mozgósítja a tunyaság, az önelhagyás, a passzív viselkedés ellen, hogy minél távolabb kerüljön a fizikai alapon várható végállapottól, hogy minél magasabb szintre emelje a cselekvőképességét. Tehát teljes mozgó az életenergia rendelkezésre áll. Mire használjuk? Arra való, hogy az élet javára fordítsuk. Semmi sem indokolhatja, hogy az életenergiát ne az élet javára. Ha nem arra fordítjuk, akkor elmulasztjuk azt, hogy éljünk. Akkor nem élünk. Úgy viselkedünk, mintha nem érdekelne. Élet az nem számít. Hanem a lustaság, a tunyaság. Az fontosabb, mint az, hogy éljünk az életenergiával, az élet javára. Ez egy fordulat. Ez egy fordulat a gondolkodásunk. Ha ezt megértjük, hogy rajtunk áll, hogy mit kezdünk az életünkkel, és hogy azt úgy kell, hogy mozgósítanunk kell a teljes életenergiánkat, akkor neki kell látni, felfedezni, hogy mire vagyunk képesek. Hogy milyen energiával tudunk rendelkezni, és hogy tudjuk ezt az életenergiát a lehető legmagasabb minőségűvé tenni. És az élet javára fordítani, az egyetemes élet javára. Mert ez egy egyetemes törvény. Minden élőlényben ugyanaz. Az értelemelv pedig, tehát most már bemutattam az anyagelvet és az életelvet, az értelemelv az az életelv társelve, az adott, ami ahhoz szükséges, hogy az életelv megvalósuljon egy adott helyzetben. Hogy egy adott helyzetben mi az élet számára
legjobb lehetőség, ez nem egy könnyű kérdés. Mert ez lehet rövid távon, vagy kicsit hosszabb távon, vagy még hosszabb távon, lehet egyénileg önző módon, vagy pedig egy közösségre vonatkoztatva. Számtalan sok lehetőség van. Az összefüggésrendszer lehet szűkebb vagy tágabb. Időben, közösségben és térben. És végül is van egy összefüggésrendszer, ami független attól, hogy mi hogy választjuk fel, ez a kozmikus összefüggésrendszer. A mindenség élete. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz értelem, hogy felfedezzük a legjobb lehetőséget, értelemre van szükség. Értelmezni kell azt az adott helyzetet. Az élet elv alapján, ami azt mondja, hogy emeld föl az élet energiádat, az érzésvilágodat, a gondolatvilágodat, mélyítsd el, és a minőségét emeld föl. Tehát az anyagelv és az értelemelv azok az életelvhez tartoznak. Azok az életelvnek a szükséges tartozékai. És az életelv által alkotnak egységes egészet. Erről sokat írtam az eddigi könyveimben, az előző könyvem az életkönyve, ami most megjelent egy ünnepi kiadásban, kemény borítósan. Az életkönyve, abból is megtudható. Tehát, hogyha látjuk, hogy ez a három kozmikus alapelv a mindenségnek a hajtó ereje, és ezek igazából egyetlen egyben összpontosulnak az életelvben, az életösztönben, a mindenség életösztönében, akkor láthatjuk azt, hogy a mindenségnek ez az egy a lényege, amit úgy is mondhatunk, hogy ott van az a számtalan sok jelenség, és ezek között vannak összefüggések. Az összefüggések között ott vannak a legfontosabb összefüggések, a természet törvények. Hogy van ez? Ez úgy van, hogy az emberi, és ezt lehet, hogy most elmondom, tehát az emberi megismerésnek vannak időtlen követelményei, amik nem függenek a kultúrától. Ahhoz, hogy az agymosástól, a manipulációtól mentesítsük magunkat, arra kell törekedjünk, hogy a korszellemből kiemelkedjünk. És a korszellemből úgy lehet legjobban kiemelkedni, hogyha az ember keresi azt, hogy mi az, ami időtlen. Ami mindenki, ami függetlenül attól, hogy milyen kultúrában, milyen párt van a hatalmon, attól függetlenül igaz. De keresni kell az ilyen igazságokat, ezek a legfontosabbak. És egy ilyen igazság az, hogy ami elvezet a világegyetem a mindenség lényegének a megismeréséhez. Ez egy kétlépéses út. Az elmúlt 3000-5000 évben nem sikerült bejárni. Amikor egyszer elmeséltem Alexander Batthyánynak, a Bécsi Egyetem tudományfilozófia professzorának, akkor azt mondta, hogy az elmúlt 1000 évben nem volt ennél jelentősebb gondolat, és hogy adjunk le egy cikket a British Journal of For the Philosophy of Science című lapnak, le is adtuk, 2 nap múlva jött az értesítés, nem közölhető. Nem lepődtem meg nagyon, mert hogyha jelentős, akkor persze, hogy nem jelentős. Mert hogyha nem lett volna jelentős, könyv nagyobb esély lett volna rá. Ilyen a mai világ. És a következő a helyzet. Hogy van ez a kétlépéses gondolatmenet? A jelenségvilág, ami számtalan sok, végtelen sok, ezt szeretnénk megérteni, megmagyarázni. Minden embernek az életének az irányításához, a cselekvései, az életünket következetesen kell irányítani, következetesen kell dönteni, különben szétesik az életünk. Tehát olyan döntéseket kell hoznunk, amiknek van egy fő irányuk. És akkor építkezünk. Egy ház akkor tud felépülni, hogyha szem előtt tartja a mérnök a tervet, és azt szerint építkezik. Hogyha egyik nap ide tesz egy követ, másik nap eszébe jut egy másik házterv, és oda tesz egy követ, harmadik nap egy ház, soha nem lesz belőle ház. Ha az életünket szeretnénk előbbre vinni, fölépíteni, következetes rendszer kell bele. Valahogy kell, hogy átlássuk azt, hogy összeadódjanak a döntéseink. És ehhez az egységes irányításhoz arra van szükségünk, hogy minden helyzetben, minden élethelyzetben megtaláljuk azt az irányt,
ami lehetővé teszi, hogy következetesen építjük az életünket, mégpedig éppen úgy, hogy az élet energiánk, az élet minőségünk, az átfogói boldogságunk, amiben a közösségi boldogság is ugyanolyan lényeges, mint az egyéni, és a természettel való viszonyunk is ugyanolyan lényeges. Amiben ez az átfogó életminőség a lehető legjobb. Ez egy jó szempont, és hogyha erre törekszünk, szükségünk van rá, kiigazodjunk a világba. Hogyan tudunk kiigazodni a világba? A világban tudunk, jelenségeket látunk, tapasztalunk, hallunk, mérhetőek, láthatóak, tapasztalhatók. Annyiban belőlük, hogy megszámlálhatatlan sok, végtelen sok. Olyan, mint egy őserdő. Hogyan lehet ebben kiigazodni? Úgy, hogyha találunk közöttük összefüggéseket. Az összefüggések jók, de nekünk olyan összefüggésünk lenne a legjobb, amire mindig mindenhol számíthatunk. Azok az összefüggések, amik mindig mindenhol fönnállnak, ezek annyira fontosak, hogy külön nevet kaptak, ezeket nevezzük törvényeknek, természettörvényeknek. Ugye a természeti jelenségekről van szó. Tehát a természettörvények azokra mindig számíthatunk, azok mindig érvényesek, mindenhol, függetlenül attól, hogy itt vagyunk, vagy ott. Lehetővé teszik azt, hogy egy biztos vezérfonalra tegyünk szert a cselekvéseink irányításához, legalábbis alkalmasabb akár, mint hogyha csak a jelenségeket néznénk. De a természet törvények még mindig nem alkalmasak igazán a mindennapi cselekvés irányítására, mert sok van belőlük, és részletes szakmai ismeretek kellenek hozzá, elektrodinamika, kvantumfizika, stb. Hogyha csak a fizikát vesz. Ugye ez, az embernek nincs erre ideje, energiája, képessége. Ez szükségtelen, túl macerát, túl megoldhatatlan gyakorlatilag. Ahhoz, hogy mégis viszont cselekedni kell, ez az élet eredménye. Az életet építeni kell, pont ezt mondja az élete, hogyan lehet megtenni. Csak akkor lehet meg, hogyha a természet törvények között is fennállnak összefüggések, és ezek olyan összefüggések, amik közös jellemzőknek az összefüggései, amik ugyanúgy képesek irányítani a természettörvényeket, ahogy a természettörvények irányítják a jelenségeket. És a fizikában éppen ilyen a legkisebb hatásával. Ez irányítja az összes fizikai törvényt. A fizikai törvények irányítják az összes fizikai jelenséget. Egyetlen egyel irányítja az egész végtelen sok fizikai jelenséget. Egyetlen egy alapelvben benne van dióhéjban, az egész fizikai világegyetem. Bámulatos, felülmúlhatatlan, és ennél sűrítettebb tudást nem lehet szerezni, mert ez már egyetlen egy. Ennél sűrítettebb tudást már csak a nulla lenne, az még nem tudás. Tehát tehát meg lehet érteni, ebből nő ki a fizikai világ, a legkisebb hatás elvéből nő ki az összes természettörvény, abból az összes jelenség. És ugyanez a helyzet a biológiában, Bauer Erwin megmutatja. Biológiai jelenség, biológiai törvény, mind levezetett, az összes biológiai alaptörvényt levezette a biológiai alap, az élet alapelvéből. És abból azzal képes volt megmagyarázni az összes életjelenséget. Tehát ugyanez a helyzet, és ugyanez a helyzet a logikában, az értelemben. A logika ugye a helytálló következtetéseknek a törvénye, azok a logikai törvénye. És vannak gondolataink, a logikai törvények megmondják, hogyan lehet ezekből, ha a helytálló feltevést teszünk be, akkor hogy jön ki abból a helytálló következtetés, ezek a logikai törvények, és a logikai törvényekről kimutatták, hogy néhány logikai axiómából vezethetők le, és már Euklidész axiómából vezette le a geometriát 2300 évvel ezelőtt. Tehát ott is ott van ez az alapterv. Az értelem terén is. Na és ez azt jelenti, hogy két lépésben eljutottunk a világegyetem lényegéhez. Ehhez a három. És az időtlen. Mert az alapelv, az anyagelv, az értelemelv és az értelemelv az, amire mindig és mindenhol számíthatunk, és mivel ezeket az életel fogja össze egyetlen egy egészben, ezért az életelvet kell megérteni. És azt már elmondtam, hogy én az életel, meg kell érteni. És akkor mindig, minden helyzetben tudni fogjuk azt a fő szempontot, ami az élet javára, az egyetemes élet javára szolgál, és képesek leszünk úgy cselekedni. Minden helyzetben, minden élethelyzetben. Az élet minden terén, az élet törvénye az irányadó. Nem meglepő, hogy így fogjuk meg. A mindenségből az látható, ami sok.
a számtalan sok, végtelen sok részlet. A mindenség maga a végső soron egy, mert az életemből jön elő minden. Irányító alapelvei szintjén az anyag, az értelem és a logika eleven egysége, cselekvő egysége. Látható voltában megszámlálhatatlanul sok, végtelen. A három alapelv, azt nevezem háromnak. Az egy, a három és a végtelen együtt alkotja az egységes nagy egészet, a mindenséget. Az egy, a három és a végtelen együttesen a nagy egész. Ez a mindenség. Világ egyetem. Ugye benne van az egy, és a világ mindenség benne van. Valami egyszerre egy, és egyszerre minden. Az egyből jön elő, és az egyből lesz a minden. Ennek, hogy lesz az egyből minden, ez a világ hív. Ezt kell megérteni, és ezt most láttuk. Az egyből először lesz a három alapelv, utána lesz a, ez mind logikai értelemben, tehát nem a fizikai térben és időben. A három alapelvből származnak az összes természettörvények, és azok irányítják, vagy azokból bújnak elő a jelenség. Mint egy fa, aminek a gyökere az az egy, a törzse az a három alapelv, az ágai a természettörvények, és a levelei, virágai azok a látható jelenség. A világfa. Ugye? Milyen? Ez egy véges régi ősi képzet. Világfa. A mindenség, és ezzel föltárult előttünk valami olyasmi, amire eddig nem beszéltek. A világegyetem irányító központja. A mindenség irányító központja. Érthetővé vált, hogy hogy él, hogy működik a világegyetem. Ugye? Túl vagyunk azon, amit szabad vagy illendő megemlíteni, egyszer magára valamit adó, és ennek megfelelően szerény, és hogy mondjam, a mai kicsinyes kor kereteibe beilleszkedő tudósnak, vagy bárkinek. De nem az a cél, hogy beilleszkedjünk egy olyan társadalomba, ami kizökkent, hanem az a cél, legalábbis az én célom, nem az, hogy beilleszkedjek a rendbe, és akkor, ha jól beilleszkedtem, kapok, akkor majd valami kis hátszelet, hanem az a célom, hogy az emberiség és az élet javára váljon az életem. Tehát inkább az, ami nekem fontos, és nem az, hogy beilleszkedjek. Tehát nem törekszem arra, hogy akkor is a szerénység legyen a legfontosabb szempont, amikor egy olyan tudásról van szó, aminek az elhallgatása merénylet az emberiség ellen. Tehát nem szabad, vannak igazságok, amiket közzé kell tenni, mert akkor válhat hasznos tudássá. Itt láthatjuk ebből a fényképen, hogy mi az, ami látható. És emögött ott van az, ami nem látható, a láthatatlan. És az a lényeg, hogy az a mindenség irányította. Ami ezt virágozta, ami ezt is létrehozta. Az egy, a három és a természettörvények örök létezők. Igaz? Azok időtlenek. Azok nem atomokból állnak. Éppen ezért nem is foglalkozik vele a mai világ, úgy tekinti, hogy azok nem is léteznek. Lehet, hogy ez hihetetlennek hangzik, de így van. A természet törvények azok nem, hivatalosan nem tekinthetők valóságnak, vagy nem így nem tekintik valóságnak, de természetesen ez a valóságnak a leglényegesebb oldala. És ez az egy, a három alapelv és a törvények örök időtlen lét. Mindig is léteztek és mindig is létezni fognak, mert nem az anyagi térben és időben léteznek, hanem a saját létmódjukban. Úgy lehetne mondani, hogy sűrített érzés gyújtózsinórok, sűrített értelem gyújtózsinórok, hogyha már nagyon materiálisan, anyagiasan akarjuk megfogalmazni mai anyagias szemléletű ember számára. És ez azt jelenti, hogy amikor ez az egy, a három és a természet törvénye a saját törvényeik szerint virágoznak, és olyan érzéseket, olyan gondolatokat hoznak létre, amik összhangban állnak a saját lényeg az egyel, a hárommal és a természettörvényekkel, akkor örökérvényű érzéseket és gondolatokat szülnek. Örökérvényű érzéseket és gondolatokat virágoznak. Ez a természetes, hogy úgy mondja, ez az, ami abból következik, hogy milyen a világ. Az, ami a saját természetükkel összhangban van, az, ami megszületik belőlük, mint ahogy a fű magból fűszálló éker.
Ez ugyan csoda, de ez a természetes. És amikor ezek az örökkévényű érzések és gondolatok az egyel, a hárommal és a törvényekkel együtt alkotják az örökké valóságot. Mert ezek a gondolatok és érzések azok, amikért érdemes élni. Egy örökérvényű érzés, az mindig erőt ad, az mindig eltölt varázslattal. Egy örökérvényű gondolat mindig erőt ad, mindig megújítja azt, aki elgondolja. Ez az örökké valóságnak az élete ezekről szól. Tehát létezik olyan, hogy örökké valóság, és érthetővé válik, hogy mi az örökké valóság. Az az alapjárata a világ mindenségnek. Az a természetes világa, a belső természetes világa. De van valami, ami ezen túlmutat, és ami bizonyos értelemben szükségszerű. Tehát ez az örökké valóság ahhoz, hogy meg tudjon újulni, hogy élni tudjon, már pedig az a leglényeges, a tulajdonság, hogy él, ahhoz változnia kell. Ami örök, arra úgy gondoljuk, hogy az, ha most vagy örök, vagy változik. Ugye? De van olyan módja az örök létnek, ami változni tud, hogy az örök érvényű igazságokból egyre több és több lesz. Ugye? Akkor így gazdagodni tud az örökké valóság. Az örökké valóság. Bocsánat. De ahhoz szükség van egy olyan átmeneti létezőkre, akik képesek örökérvényű érzéseket és örökérvényű gondolatokat elgondolni, vagy egyáltalán képesek szabadon dönteni, és úgy döntenek, ahogy a legjobb belátásuk szerint. Ami a saját mi voltukat, emberi mi voltukat, vagy élőlény mi voltukat jelenti. Tehát ráteszik a szívüket, lelküket, életüket arra, hogy hogyan élnek, hogyan gondolkodnak, hogyan éreznek, hogyan viselkednek. Köszönöm szépen! És így kapjuk meg az átmeneti létezők világát, az örökké valóság létrehozza a mulandóság világát, és ezáltal létrejön az a lehetőség, hogy az örökké valóság az időben megmártja magát, a lábát, és ezáltal felfrissüljön, egyfolytában gazdagodni tudjon, az élete ki tudjon bontakozni, és tovább tudjon a maga módján fejlődni, és közben pedig örök maradhasson. És még egyre több is lehessen. És ugyanakkor pedig minden élőlénynek a döntései bekerülnek a természet nagykönyvébe, a természet ok-okozati rendjébe, és ebben a kozmikus ok-okozati rendben nyerik el a végső értelmüket, és ez örökké megmarad. És hogy mit, miért, és hogyan, és milyen volt, ez megmarad. Ez a természet nagykönyve. És az tanulság, az egy számára. Igen, próbára tettem, és ő így viselkedett. Nyilván meg volt az oka. Mi volt az? És abból mit lehet tanulni? Így, ha a mindenség szempontját megpróbáljuk megérteni, jobban megértjük egymást is. Jobban megértjük azt, hogy lehetünk különbözőek, hogy lehetünk mások. És megpróbáljuk megérteni, hogy a másik miért más. Mert annak is megvan az oka. Tehát az örökké valóság az egy kísérletező, végtelen erő. Létrehozza a mulandóság. Kísérletező. Na milyen lenne, hogyha ilyen embereket így hoznék létre? Azok hogy fognak? És akkor ez az egész folyik a játszma. És rajtunk áll, mi részei vagyunk. És hogyha oda tesszük magunkat, hogyha tényleg ráeszmélünk, de jó ég, azon múlik, hogy mi hogy állunk hozzá, akkor képesek vagyunk, hogy mondjam, ember módra helytállni. És hogyha embered módon állunk hely, közelkedünk a saját természetünkhöz. Ha a saját természetünknek jobban megfelelünk, boldogabbak leszünk. Tartalmasabb, értékesebb lesz az életünk. Ennek van értelme. Ez érdemes szem előtt tartani.
Érző képességünk, gondolkodó képességünk és cselekvő képességünk a mindenség érző képességének, gondolkodó képességének és cselekvő képességének a helyi erőközpontja, a cselekvő központja itt a Földön. A földi életmódhoz szükséges egy olyan űrruha, ami lehetővé teszi, hogy cselekedni tudjon a mindenség, bele tudjon költözni a mindenség cselekvés központja, a földi viszonyok között is cselekvőképessé váljon. Ehhez szüksége van olyan űrruhákra, amelyik itt a helyi viszonyok között a légkör és a többi megfelelően tud üzemelni viszonylag hosszabb ideig. Ugye? Ez a földi űrruha, amiben voltak éppen a mindenség döntésközpontja lakik, de mivel ugye kaptunk egy űrruhát, és azzal is azonosulnunk kell, mert felelősek vagyunk ezért az űrruháért is, szükség van rá, itt a Földön, enélkül nem megy, tehát ezzel is azonosulni kell, hogyha az önazonosságunk nem áll a helyén, hanem ezzel a testtel azonosítjuk önmagunkat, csak és szűklátókörűen azt mondjuk, hogy az vagyunk mi, ez feltétlenül hozzánk tartozik, de ez csak egy szükséges része az önazonosság, hogy cselekedni tudjunk a Földön. És hogy ki az, akinek erre szüksége van? Az igazi énünk. A kozmikus én. A mindenség énje. Az igazi önazonosságunk. Azzal az önazonossággal látjuk, hogy kik vagyunk mi. És ennek megfelelően tudunk úgy cselekedni, amitől emberek lehetünk, igazán emberek, és nem csak ember lehetőség. Élőlényekké válhatunk, és nem csak élőlény lehetőségű. Döntésképességünk a mindenség döntésképességének áttevődése, kihelyeződése a földi körülmények közé. A mindenség nagykövetei vagyunk, itt a Földön. A mindenség egy olyan festmény, amelyik csodálatos, varázslatos módon fölruházta minden elemét azzal, hogy tovább alkossa. Olyan festmény a mindenség, egy hasonlata, amelynek minden festékpontja tovább képes festeni a festményt. A maga hatókörében. Vagy egy olyan regény, amelynek a szereplői maguk is hozzá tudnak járulni, és azon múlik, hogy hogyan alakul tovább a cselekmény, hogy hogyan éli az a szereplő, vagy az az élőlény, az az ember az életét. Hogy hogyan élünk a varázserőinkkel. Önmagát továbbfestő festmény, szereplők által is írt regény. Nézzük meg, mit mond a mai világ. Azt mondja, az atomok, hogy keletkezett a Földön az élet? Az atomok véletlen mozgásából. Ugye, tessék, itt van egy kocka, ott van benne az atomok. Hogy lesz ebből, könyörgöm, hogy lesz ebből a lélek fénye, hogy hányszor kell ezeknek összeütközni ahhoz, hogy ebből a lélek fénye egyszer csak azt mondja, hogy na itt a lélek. Ki az, aki ezt elhiszi? Megmondom, minden tudós és filozófus a mai világban. Ilyen erős az agymosás. A józan ész leszerepel. Az agymosás győzött. És ez mit jelent? Hogy az atomokból és a véletlenből egy önjáró cselekvés központ, ugye tessék, demonstrálni tudom, önjáró cselekvést teszünk, ugye? És akkor benne, hogyha azt gondolja az élőlény, vagy az ember, hogy most megmozdítja a karját, akkor pont akkor fog megmozdulni, amikor ezt gondolja. Tehát ez valami olyasmi, mint hogyha ebben a valamiben benne lenne Aladdin és a csodalámpa, és akkor azt mondja, hogy kérem karom, légy, azt óhajtom, emelkedj föl. És akkor jön a dzsin, és akkor azt mondja, dörzsöl meg a csodalámpát, jön a dzsin, és a dzsin azt mondja, jó, hogyha te azt szeretnéd, azt óhajtod, akkor majd én jövök, és majd én fölemelj. És akkor a dzsin a láthatatlan fölemeli. Ez a dzsin bennünk van. És akkor ez a dzsin, ez ezekből. Szóval azért álljon meg a menet. Érdemes lenne egy kicsit gondolkodni is, mert az ember lehet, hogy a korok változnak, lehet, hogy a hiedelmek változnak, de egy valami tény, az ember
élőlénynek indult, és értelmes lénynek indult. Tehát, hogyha emberek szeretik lenni, akkor értelmes lényé kell válnunk. El lehet utasítani, de akkor azzal azt utasítjuk, akkor megtagadjuk a saját természetünket. Ez olyan, mint hogyha egy diófa használ, nem akarok diófa lenni. Hagyjál már. Na hát, szóval ezt érdemes meggondolni. Hogy elvállaljuk-e azt, ami nekünk a legjobb lenne, hogyha a saját természetünknek megfelelnénk, és értelmes lények lennénk. Ha igen, akkor szembe kell nézni ezekkel a kérdésekkel. Érzékszerveink a mindenség irányító központjából nőttek ki. Földi űrruhánk a mindenség irányító központjának alkotása. Olyan, mint az álmunkban. Ez a kozmikus varázslat. Álmainkban, az álombeli énünk számára ugyanúgy tapintható valóság, a másik álombeli szereplő és az álombeli világ ugyanolyan valóságos, mint az éber énünk számára az éber. A hasonló jelenségek világa, amik ebben a világban léteznek. Tehát az egy azon okozati szinten levő létezők egymás számára valóságosak. És mivel mi a világmindenségnek azon az okozati szintjén vagyunk, amelyben a szép és a föld és a többi, ezért egymás számára valóságosak vagyunk. De a mindenség számára csak egy, hogy mondjam, nem csak, a mindenség számára a mindenségnek a virágai vagyunk. A mindenség képzetei, a mindenség gondolatai, a mindenség érzései, képei. A mindenség álma, hogyha így akarjuk mondani. És amikor láthatatlan erőből látható eredmény születik, az olyan, mint az előbb még üres kalapban megjelenik a nyúl. Ez a varázslat. És ez az, ami velünk történik. Láthatatlan erő irányít bennünket az életösztön, az elhatározó képesség, ugye a döntés képesség, és ez képes látható következményekre vezetni. Nem hiszi senki? Tessék, hopp, megmozdulni. Testetlen, láthatatlan erő, vagy kép, valami, ami anyagtalan, és úgy mozgatja ez az anyagtalan valami az anyagot, mint a fény. Kozmikus varázserők cselekvés központjai vagyunk. Itt ami az előbb még láthatatlan volt, látható van. A cselekvésünk rajzolott. Még az előbb nem volt ott. Most már ott van. Tessék. Varázslat. És hogyha varázslatosat akarok rajzolni, az még közelebb van. Ha úgy gondolkodok és úgy érzek, ami közel van ahhoz, ami az emberi természetemből, a mindenség irányító központjából fakad, akkor kapok egy olyan hátszelet, ami az örökérvényű érzések és örökérvényű gondolatok felé vezet. Szinte magától válnak valóra az érzéseim és a gondolataim. Ez az igazi varázslat. Amikor ma úgy érzem, hogy valami magasabb erő belém költözött, és magától csodálatos dolgokat hozik. Mint a népzene, a népélek alkotása, a népművészet. A mindenség teremtő erői áthatják az egész mindenséget, és ezek szabják meg az élet természetes medrét. Létezik természetes medre, nem az, ami ma van, ez a természetellenes. Van egy természetes medre, nem tudjuk melyik az, mert ha tudnánk, akkor nem lenne olyan könnyű ez az agymosás, ami ma folyik. Akkor más irányba alakulna a történet. Tehát érdemes tisztába jönni, hogy az életnek van egy természetes medre, amit az életelt van meg, és ez az életelt megérthető. És ez a javunkra válik. És nem csak nekünk, hanem minden élőlénynek. Ennek most már nagyon ideje. A mindenség teremtő erői azok, amik áthatnak minden létezőt. Ami fent, az nem. Ami a nagy mindenségben megtörténik, az ott van benn minden létezőben. Ott is megtörténik. Várkonyi Nándor, ugye, az ősi kultúráknak a kutatója, a zseniális kutató azt írta, az ember magában hordozza, parancsként hordozza magában a világrend törvényét. Erről beszél. A világrend három törvénye, az anyagel, csak ezért közérthető, amit én mondok, mert megmondom konkrétan, és utána lehet nézni.
Anyagelv, életelv, értelemelv. Ez a világrend törvénye. Ez a három. S ha akarja, ha nem, minden jó és rossz képességével kénytelen arra törekedni, hogy megértse jelentéseiket és cselekedetei által kifejezze. Igen, bizonyos mértékig kénytelen. De az agymosott ember, aki az önazonosságát már hozzá köti, ahhoz az agymosott állapothoz, amiben belekerült, az már kevésbé törekszik. Mert azt gondolja, hogy ő már ezen túl van. Hogy működik az élet törvénye a világegyetemben? Azt mondják a kozmológusok, ó, kérem, nincs is szükség semmi másra, a fizikai erők mindent megmondanak. Szó sincs róla. Ebben a világegyetemben, ahogy az egyik kiváló kozmológus, George Ellis meg is írta a Nature című lapban, hogy a kozmológiai modellekből egy teáskonna nem jön ki. Tehát az a komplexitás, ahogy elnevezik, hogy információ. Na de az, hogy élet, az aztán végképp nem. Mégis, ugye az élet az, ami a legalapvetőbb. Ez azt jelenti, hogy a kvantumfizika az csak a világegyetem felszínét képes uralni, de a kvantum szinten már ott a határozatlanság, és ezt a határozatlanságot biológiai törvények irányítják, és az élőlények döntései ebben a határozatlanságban válhatnak határozott, biológiailag határozottá. És ez azt jelenti, hogy a kvantumszint alól bújik elő a mindenség. Minden élő lény szükségképpen parányi sejtekből születik meg. Mert a sejtek azok, amik még olyan kicsik, hogy még ott élnek a kvantumvilág és a makrovilág határán. Ők még a kvantum törvényeket még tudják hasznosítani, közvetlenül. És az egy sokkal gazdagabb lehetőségvilág. És akkor így az életnek az a gazdagság így jön föl alulról, tehát a kozmikus felhők azok nem csak a fizika hatására változnak, hanem az élet törvényei, azok hozzák a kvantumszint alól azt a részletgazdagságot, ami pont olyan részletgazdagság, ami az élet kifejlődéséhez kell. Alulról virágzik a világegyetem. A kozmológiai modellek szinte nem is látják. Azt, hogy most a Földön van-e élet, vagy nincs, kozmológiai modellekben nem oszt és nem fordít. A kozmológiai modellek olyan sterilek, mint a matematika. Semmi nincs bennük, ami számít az élő, ami az élethez közel lenne, csak maga a matematikai forma. Ami azért az életben nagyon is jelen van. Tehát, hogyan képes az anyagtalan tudatunk mozgatni a karunkat? Ez a kérdés megoldatlan. És úgy tűnik, hogy bár alapkérdés, és foglalkoznak vele időről időre, hogy miért tudjuk a béka a vízbe, ez egy gyakori hasonlat. És különböző forrásokban fölbukva, mindig a béka az, amelyik az ilyen mély filozófiai kérdéseknél béka alapjában jelenik meg a kérdés. Miért tudjuk a béka a vízbe? És akkor jönnek a különböző magyarázatok. Hogyan képes arra egy láthatatlan, anyagtalan akarat, hogy anyagi hatást váltson ki. Hogyha valaki mondjuk egy szellemújjakkal nem lehet egy anyagi zongorán zongorázni, ugye? Mert a szellemúj anyagtalan, átmegy a szellem a falon, és akkor a zongor a billentyűkön is, ugye hiába olyan a kísértet, hogy lalalalalala, nem tud, mert átmegy az ujja. Hogy lehet akkor az anyagtalan tudat, hogy hat az anyagra? Hát úgy, hogy a létezik élettörvény, életelv, és ez az életelv, ez az életenergiát irányítja. És az energia az azt jelenti, hogy munkavégző képesség. Tehát ez azt jelenti, hogy az életenergia révén, hogyha az élőlény akarja, az akarati energiájával, mondjuk meg akarja mozdítani a karját, vagy a lábát, akkor az akarati energia munkavégző képességet jelent. Az agyában ez az energia mozgásba jön, mozgósítódik, ugye ez az életelv, hogy mozgósítja az életenergiát biológiai célok érdekében, és ez azt jelenti, hogy ez a mozgósított akarati energia, ez képes az ionokat elmozdítani az akarat értelmének megfelelően, és akkor azáltal, hogy az elektronok és az ionok elmozdulnak, létrejön egy olyan bioáram, ami pont azt az ingerületet váltja ki, pont azt az elektromos
áramot juttatja el az idegrendszeren az izmokhoz, amik pont ahhoz szükségesek, hogy pont úgy húzódjanak össze az izmok, ahogy egyébként az akarat céljának, az értelemnek, vagy annak az elhatározásnak, hogy most így fogom behajtani a karom, annak megfelel. Ha ezt ki kellene számolni fizikai alapon, lehetetlen lenne. Ugye azt, hogy sok-sok izom, hogyan kell, milyen elektromos áramra van szükség, hogy pont úgy, pont abban az időben, pont olyan mértékben húzódjon össze az összes izom, hogy annak pontosan az legyen az eredménye, hogy pontosan annyiban emelkedik föl, és pont akkor akar, amikor. Szóval ez össze kell hangolni az összes izom mozgását. Egyetlen egy biológiai cél végtelen sok fizikai okot vált ki. És ez így van rendje. Ez az élet rendje. Ez a természeti rend. Ez az a világ rend. Aminek a törvényei az élettel, az anyagelv és az értelemmel. Tehát ez érthető. Érthetővé válik az, hogy hogyan képes a tudat, az anyagot irányítani. És erre való a lélek és az értelem, hogy a döntéseink révén tudjuk irányítani a testünket, ráadásul megfelelően. Igen. A mai világ legnagyobb problémái mind abból fakadnak, hogy ezeket az alapkérdéseket nem ismerjük, és nem ismerjük ezekre a válaszokat. Hajsza a pénz után, ugye a mai világ jó jellemzése. Beatrice, ugye hajsza. Életünk rohanás, hajsza a pénz után. Na tessék, miért? Ugye GDP növelés. Ugye, miért? Mert úgy gondolja a mai világ, hogy az anyag csak az van, és más nincs. És az, hogy mi az anyag, nem mondja meg. És akkor így mindenre rá lehet fogni. Hogy mit jelent az, hogy csak az anyag alapvető, nem mondja meg. Így aztán, aki nem járatos, vagy nem gondol, nem végez kitartó erőfeszítéseket azért, hogy megértse, úgy, mint egy élőlénynek indít, ugye, akkor ugye elmarad, akkor tisztázatlan marad. És ez a sötétben halászásnak kedvez. Zavarosban halászásnak. Ugye, de utána jártam, az, hogy az anyag alapvető egyedül, az azt jelenti, hogy csak és kizárólag fizikai okok léteznek a világban. Ezt pedig meg lehet cáfolni azzal, hogy most is az előbb, amit mondtam, hogy a karomat képes vagyok behajlítani, képes vagyok biológiai okokat előidézni. És az élet törvénye, az élet adta célok, az életben van a célszerűség. Mindig az élet számára kedvező lehetőségeket képes megvalósítani, tehát olyan célokat, amik maguk váltják ki a fizikai okokat, az élet célok valóra váltásához szükséges számtalan sok fizikai okot, tehát a biológiai okok váltják ki a fizikai okokat, tehát azok az elsődleges okok. Ez az életnek az oksági rendje. Az élet az érzés az élet ösztönből, azt először érzi, amikor ösztönös lény, egy kisgyerek, vagy egy állat, vagy egy növény, akkor érzi azt, hogy mit, hogy éhes, hogy szomjas, hogy mit mond neki az élet ösztön, mitől életné magát jobban. Érzi ösztönösen. Ugye, és ez ettől viselkedik úgy. Tehát ez az érzés képes oksági hatást kiváltani. A gondolkodás szintén. De az alapvető az érzés, mert az életműszten az, ami a gondolkodást is irányítja, mert a gondolkodás az értelem arra való, hogy az élet céljait váltsuk valóra. Tehát három ok van az élet, az érzés csak az az első ok, a gondolkodás az a mentális ok, a racionális ok az a második, és a harmadik az a fizikai ok. És mint egy dominó, az első dominó az, ami meghatározza a második, harmadik dominó eldőlését. Ezért vagyok képes mozgatni a karomat. Tehát ez az oksági rend. És ez azt jelenti, hogy a legfontosabb ok az élet ok. A második legfontosabb az értelem ok. És a harmadik legfontosabb az anyagi, a fizikai ok. És az emberi megismerés időtlen törvénye, hogy számtalan sok módon lehet megközelíteni a világot és az életet, de van egy, ami életfontosságú tudást tesz lehetővé, az, ami a cselekvés irányítását egységessé tudja tenni, következetessé. Az idegrendszernek éppen az az alapfeladata, a Csányi Vilmos írja a könyvében. Az idegrendszernek az a feladat, hogy a külvilágból érkező ingereket összeveti a belső világból, az életösztönből fakadó
jelekkel, hatásokkal, érzésekkel, és ennek megfelelően váltja ki az élőlény mozgás koordinációját, és az élőlény viselkedését. Tehát ez az idegrendszer alapfeladata, hogy összehangolja az életet és a világot egy olyan együttműködésé, amit az élet irányít, az élet számára kedvező módon hangolja össze. Ez az idegrendszer alapfeladata. Az idegrendszer, ahogy Csányi Vilmos írja, mint egy modellezi a világot és az életet. És ebből a modellből kiszámolva megnézi, hogy melyik lehetőség az, ami a legjobb. És az valós. Ez az idegrendszer, tehát független a pártoktól, független a vallási felekezetektől. Ez egy egyetemes, időtlen, ez az élet természetéből fakadó követelmény. És az a tudás, ami ezt lehetővé teszi a tudatos lény számára, az értelmes lény számára, az ember számára, az az életfontosságú tudás. Ez az a tudásrendszer, amire mindenkorban, minden értelmes lénynek, minden embernek szüksége van. És ez megkülönbözteti az összes másik tudástól. Az értelemnek ez az alapfeladata, hogy az élet és a világ lényegét, alapelvét megismerje. Időtlen feladat azt látni, megérteni, hogy mi az élet. Minden kisgyerek tudja, meg tudja különböztetni az élőt az élettelentől. Egyetlen egy felnőtt sem tudja megmondani, mi az élet. Mert megtanultuk nem megérteni az életet. Megtanultunk egy olyan látásmódot, aminek alapján nem érthető az élet. Na most, van még egy időtlen tény. A magyarázat természetéhez tartozik, hogy a sokat magyarázza kevéssel. Nem akkor jó egy magyarázat, hogyha sokat magyaráz kevéssel. Annál jobb egy magyarázat, minél többet magyaráz, minél kevesebbet. És ez azt jelenti, hogy van egyetlen egy legjobb magyarázat, ami egyen magyaráz mindent. Az előbb, amit elmondtam, az a két lépés, az a jelenség törvény alapel, az alapelve, három alapel van, és az mind magyarázza az életet. Persze részletesen sok mindent lehet még mondani, a könyvemben benne is van. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy elvvel magyarázni lehet minden. Az egész mindenséget. Az anyagi téren, az érzések terén és az értelem terén. Az életed, az egész világegyetem lényegének, legalábbis az egyetemes oldalának, legalábbis az alapvető, a legmeghatározóbb szinten megválaszolja. Jelenségek, törvények, alapelvek egy. A világ, a mindenség végső soron egyszerű. Hogy a régiek úgy gondolták, hogy jelenségek, törvények, elv és egy. Az egy ott van a hegy tetején, az egy. És azért, amikor a régi tártosok fölmentek a hegy csúcsára, ott énekeltek az egynek, az égnek. Mert ez így volt egy. Az ókorban, hogy a bölcseleti rendszernek nevezték a cselekvés irányítására alkalmas valóságismeretet. Valóságismeretre mindenkinek szüksége van. És a valóságismeretnek a legegyszerűbb formája, ami egy tényezővel magyaráz mindent, és amire mindig mindenhol számíthatunk, és ami irányt mutat. Na, ilyen az életel. És ez az életel, ami ténylegesen magába foglalja az egész világot egyetemesen. Az ókorban a világtörténelem irányításában döntő szerep jutott a bölcseknek, a mágusoknak, a kultúrhősöknek. Ez ugyanaz. Mágus azt jelenti, hogy bölcs. A bölcsek másik elnevezése kultúrhős. Lehet ismerni név szerint, hogy Egyiptomot egy Tóth nevű kultúrhős alapította. Huangdi alapította Kínát 5000 évvel ezelőtt. Licinius volt, aki a gótokat, egy erdélyi dák mágus, aki 2100 évvel ezelőtt a gótokat megtanította írni, olvasni, és ott megajándékozta olyan tudással és intézményrendszerrel, aminek következtében a gótok világ történelmi jelentőségűvé váltak. Még azután is, hogy Attila tönkreverte ugye a keleti gótokat. Na most, ez azt jelenti, hogy ezek a bölcs, és egy-egy személy képes volt egy egész népnek a jövőjét meghatározni. Olyan hatalmas tudás, és ez a hatalmas tudás, ez a tudás, ami a világ az a világmagyarázati rendszer, ami lehetővé teszi a leghatékonyabb tudást.
Schützantal 1940-ben jelent meg a második kiadása a Bölcselet elemei című könyvének. Ebből idézem, a tudományos bölcselet területe nem a létnek egy-egy szelete, mint a szaktudományoknak, hanem a megismerhető valóság egész köre, mégpedig nem lexikonszerű feldolgozásban, hanem, figyeljünk, a dolgok végső gyökeréig menő és legegyetemesebb összefüggéseket nyomozó fölfogásban. Ezért egyedül a bölcselet alkalmas arra, hogy igazi általános műveltséget adjon, és pedig úgy, hogy megóvjon a szaktudósok egyoldalúságától és a dilettantizmus felelősségétől. Milyen a mai világ? Egyoldalú. És milyen még? Felületes. Dilettantizmus, ami sok-sok mindenbe bele kereskedik, de egyikbe sem megy mélyre. Ugye? Ez a szemlélet eljut az egyik, a legvégső, legmélyebb lényegig, vagy a legmagasabb lényegig, ahogy régiek gondolták. És ez azt jelenti, hogy pont az ellentéte annak a dilettantizmusnak, ami ma uralkodik. És a szaktudósok arra azzal van nagyra. Egyre többet tudunk, egyre kisebb részletekről, és egyre kevesebbet a nagy egészről. Amit most hallunk ezen az előadás, az éppen a nagy egészet. Rakja rendbe, és világítja meg. És oldja meg az alapkérdéseket. Ez a bölcselet, ez az, amit elneveztek az ókorban bölcseleti rendszernek, és ez a bölcseleti rendszer az, ami időtlen idők óta létezett, az emberi válás kora óta biztosan, évmilliókon keresztül, amíg el nem veszett pár ezer évvel ezelőtt, amikor jöttek a modern. És azt mondták, minden másképp lesz. Innentől kezdve agymosás uralkodik, és tényleg. Ugyanezért a bölcselet kiválóan alkalmas arra is, hogy segítsen eligazodni a világ és a lét nagy kérdéseiben. Ezek a nagy kérdések azok, amik megoldatlanok. A saját személyes életvezetésünkben, a társadalom vezetésében, a népek egymáshoz való viszonyában. És pontosan ezek az alapkérdések azok, amiket ez a bölcseleti rendszer megválaszol. Mégpedig olyan módon, amit kultúra független, egyetemes értékrenden alapszik. Eliade azt írja, bevezetés a történelem filozófiájába. Ezt a címet akart adni a könyvének, másik utána inkább azt, hogy mindenség és történelem. Mert az emberiség, a modernitás előtt az emberiség még a mindenségben élt és gondolkodott. És ezt Eliade tudta. Minden régi, a hagyományos társadalmak, a régi Eliade embere mindig arra törekedett, hogy a kozmikus összefüggés rendszerben éljen. Ma már nagyon nehéz és megerőltető ezt megérteni. De akkor töltődött föl erővel. Akkor töltődött fel frissességgel. Ugye visszatérés az egyhez. Az új étkezdés, vagy az szilveszter, vagy karácsony ünnepe. Megünnepelték, fölolvasták a teremtés himnuszát, Mezopotámiában fölolvasták a teremtésről, teremtés énekét, és így tovább. A hagyományos társadalomban élő ember hite szerint az idő kezdetén, az emberré váláskor, kinyilatkoztatásokban kapta intézményeinek mintáit, és viselkedésének különböző szabályait. Ezeket tehát ember fölötti és transzcendens eredetűnek tekintett. Miről van itt szó? Az emberi válás, ez a három kozmikus alapelv tette lehetővé. És ez a három kozmikus alapelv az életelv jelentette a lélek, az emberi lélek egyetemességének a kibontakozását. Ugye ez egyetemes törvény, ez egyetemes életre. Minden állatnak megvan a saját alkalmazkodtak a környezetükhöz. Van egy élőlény, amelyik nem a környezetéhez alkalmazkodott, hanem az egyetemesség. Az egyetemesen együttérző lény. És ez az egyetemes együttérzés volt az, ami egyetemes kíváncsiságot mutatott a világ minden kérdéseire. És ez tette lehetővé az egyetemes értelemnek a kibontakozását. És így vált az ember képes arra, hogy olyan nyelvet hozzon létre, amiben elvileg végtelen jelentéstartalom lehetséges. Ami egyetemes. Amire képes a világegyetem alapkérdéseit megfogalmazni. Mert egyetemes értelemmel bír valamikor az ember. Ma már ugye csak részletek részletét, és még abban is tájékozatlannak érezzük magunkat, ugye, modern emberi tart.
De mindannyiunk számára lehetővé válik, hogy visszanyerjük azt az általános műveltség alapjait, amivel megértjük a világegyetem lényegét és az élet lényegét. És a világmagyarázati rendszer birtokoljuk és megértjük. Közkincsé válik az, amit az emberré válásban kapott az ősi emberiség, ezektől a kozmikus teremtőerőktől, ténylegesen szószoros értelme a mindenségtől. A mindenség irányító központja költözött bele ebbe a testbe, az emberi testbe. Természetesen ez olyan, mintha beavatás lett volna. De ez nem olyan kinyilatkoztás, hogy egy személy kinyilatkozott van, és a többi pedig lehasal. Az archaikus gondolkodás szerint a valóság az égi archetípus utánzásának függvénye. Ugye Whitehead, aki egy életközpontú filozófián, kozmológián gondolkodott, azt ő is felismerte azt, ami itt előáll. Az életelv az, ami ösztönzi az élőlényt arra, hogy megtegye azt, ami a legjobb az életnek. Ez azt jelenti, hogy az életelv cselekszik bennünk. Ad egy ösztön, egy impulzus, egy ösztökélést. Tedd azt, ami a legjobb. Én adom hozzá az energiát. Tessék, itt van. Ha érsz vele, érsz vele. Ha nem, nem. Ugye? De mi nem halljuk. Nem értjük a természet nyelvét. Nem beszélünk a természet nyelvén. Nem beszélünk az élet nyelvén. Megyünk a GDP irán, megyünk a haszon, ugye kaparkúta neked is lesz, ugye az életelben mehet a sokat. A saját életünk mehet a sokat. Na ez megváltozhat. Hogyha ráeszmélünk, hoppá, mindig ennek ilyen az elsőnek lenni. Ezt kell meg is képesek vagyunk megérteni. Mindenki képes megérteni. Ami fenn az lenn. A földi életfolyam, a kozmikus életfolyam folytatása. Az égből aláereszkedő korona. Magyar Szent Korona. Mezopotámiában. Ugye építette Nimród, magyar király, azt a tornyot, ami azért volt, hogy az égből aláereszkedő korona ott megkapja a templomát. Az égből aláereszkedő tudás. Na hát ez az. Ez a tudásrend. Ez a három alapelv. Ez az értelem természetében, ahogy az értelem megpróbál összefogozni a világgal és az életet. Jön, lejön ez a tudás. A természet adta valóság az elsődleges, feltétlen való, ami független attól, hogy ki mit gondol és milyen pártrendszer van. Ez a természet adta, az az elsődleges valóság. És ennek a mintájára kell megteremteni az ember által alkotott valóságot. Akkor lesz összhangban a társadalom a természettel. Ezt még eddig nem történt meg. Ugye? De azért érezhető ennek a rendkívüli oldalán. Egyes dolgok, a hagyományos gond, a világ közepének jelrendszere folytán válnak igazán valóságossá. A hegy a mennybe menetelt jelenti az egyhez való eljutást. Ugye megértjük, az, hogy hogy lesz ebből egy, ebből a sokból. A világ közepének, az egynek a keresését jelképp. Az egy a mindenség lényegének, az egyháromság anyag élet értelem, test élet szellem, egyháromság tudásrendszerét átadó, ezt a tudásrendszert tanító helyeket nevezték szentélyeknek, ahol ezt a bölcsességrendszert átadták, hogy mi közkincs legyen, és közkincs maradhasson. És mindenki tudja, és ennek alapján élhesse a boldog és teljes és emberi életet. Ez így ment időtlen időtig. Amíg nem jött az, hogy már megváltozott a rendszer. A templom imago mundi volt, a világegyetem mása volt. Imágom, attól volt szentély, hogy a mindenség lényegét tanították benne a templomokban. A szentséges egy teremtette a világot, mint a magzatot, abból nőtt ki. Amint a magzat a köldökből növekedik ki, úgy Isten a maga köldökéből teremtette a világ. Az egy. Az egyből nőtt ki a sok. A világ közepének elérése, az egy megértése, voltak éppen felszentelés, beavatás, melynek során a tegnap még látszólagos létezés átadja a helyét az új, imáron valódi, tartós és hathatós életnek. Mert hogyha az életre vonatkoztatjuk, akkor azt mondjuk, hogy hát ez azt jelenti, hogy ilyen lehetőséget kaptunk ahhoz, hogy az életet így vigyük előre, így emeljük föl. És akkor a kozmikus élettervtől kapunk egy hajtóerőt. Adja az ösztönzést, adja az impulzust, kapjuk az energiát, kapjuk a lelkesedést, a célt. A valóság érzete, a bizonyosság érzete. Azt a minden. Na most tényleg olyasmit csinál, ami tényleg bizonyosságot ad és jelent.
ha a teremtés cselekedete átvezet a még nem nyilvánvalóból a megnyilvánultba, vagyis kozmológiailag szólva a káoszból kozmosz alkot, szól eljelve. Ez egy szörnyű és rettenetes tévedés, és mutatja, hogy már akkor elkezdődött a kisiklás. Valami történt abban a korban, amikor megjelent az ellenkező képzet. Ugye az a címe Eliade könyvének az örök visszatérés mítosza. Az örök, a visszatérünk az egyhez. Mert az egy, hogyha képes volt erre, hogy létrehozta a mindenséget, és mi megértjük az egyet, mi is mindenre képesek leszünk, ami jó, ami előbbre viszi a világot. Ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy ha a káoszból lett volna a kozmosz, ahogy az ugye manapság gyakran gondolják, akkor visszatérni az eredethez azt jelenti, hogy visszatérünk a káoszhoz. De hát miért térnénk vissza a káoszhoz? Ugye az kinek jó? Senkinek. Tehát ez a káosz, ez egy ellentétes előjelű képzet. Ez megrontja az ember. Ez az elképzelés. Arra való, hogy az emberiség gondolkodását kisiklassa. Tehát ezt észre kellett volna vennie Eliádénak. És jó, hogyha észrevesszük, hogy az egy olyan kozmikus szervező erő, aminek megvan a maga rendje. A természeti rendje, az élet, fogsági rendje. És ennek megfelelően nő a saját természetéből összhangban mindaddig, ameddig a minden alkotó eleme, és rajta ugye az egyetemes hatókörű ember, megtartja az összhangot. Hogyha nem, ugye akkor, hogyha az ember nem tartja meg, akkor az ember sorsa kezd megnehezedni. Nézzük meg egy kicsit, hogy néz ki. Azt mondják, az emberiség ősvallása. Az már Eliade azt írja, hogy már a kőkorszak előtt feltehető, semmi okunk nincs arra, hogy azt gondoljuk, hogy akkor nem voltak mágikus képzetek, vagyis a sámánizmusnak, animizmusnak nem lettek volna előzményei a kőkorszak előtt. A kőkorszak 3.300.000 éves, tehát legalább mondjuk millió éves, több millió éves az emberiség ősvallása, hogy hívják az ősvallást? Animizmus. 19. században mit jelentett? Anima, lélek. Más szóval lélekelvű volt az emberiség ősvallása. 3 millió évvel ezelőtt. Lélekelvű. Életelvű. A lélek az életforrása. Tehát az életelvű bölcseleti rendszer, az volt az emberiség ősvallása. És akkor még a vallás nem vált szét a tudománytól, mint a modernitásban. A vallás, filozófia, tudomány egy volt. Ez nem tetszik már a modern világnak, ezért mítosznak nevezi azt, amiben a helyén voltak a dolgok. És megbontotta az egyensúlyt, a vallás külön valomba őről, a tudománytól, és ez a követendő példa számunkra. A lélek az jobbra, az értelem balra, na így aztán hozd meg és urat, hogy így aztán könnyebben megy a manipuláció. Tehát az animizmus, ami több millió éve, itt vannak a mai nyomai. Hol őrizte meg a legjobban az emberiség ezeket a nyomokat? A sámánizmus, ami az animizmusnak az a válfaja, ami tudja is, hogy hogyan teremtett kapcsolatot a magasabb erőkkel, az a piros körzet. Az animizmus, a lélekit, az a zöld. Mind a három földrészen általános. Egy helyen nincs, Nyugat-Európában. És gondolom Amerikában. Ugye? És hol van Európában a központja a sámánizmusnak? A Kárpát-medencében. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberiség ős vallása, emberek, azt kell megérteni, több millió éves vallás. Na, itt vannak annyiban. Több millió éven keresztül. Ez volt a természetes. Ez képes volt fenntartható maradni. És ezt lecserélték az utóbbi időszakban másra, de azért a nyomok megmaradtak. És ez azt jelenti, hogy föl tudnak élni. 4000 évvel ezelőtt, időszámítások előtt 2000-ben volt egy egységes műveltségi övezet, az Eurázsiai folyosó, ami Dél-Kelet-Ázsiába is ment. Ugye az előző képen is lehetett látni, Dél-Kelet-Ázsia is ott van. És akkor nézzük meg 35 000 évvel ezelőtt. Az íj felfedezése. A Kárpát-medencében fedezték föl az íjat először, időszak előtt 35 000-ben, és ekkor jött létre egy nagy népességrobbanás, amikor az nyírhegyeket készítő nép, a gravettinek elnevezett műszóval, ugye az íjfeszítő nép, elterjedt az egész Selyemút, az Keppe mentén, a Kárpát-medencéből a Csendes-óceánig.
És 30 ezer éven keresztül egy egységes műveltségi rendszert alkotott, megdöbbentően egységes műveltséget hozott létre. Ez az íj feszítő nép, és világos, hogy az íj feltalálása népesség robbanásra vezet, mert a vadászat feltalálása egy olyan civilizációs forradalom, sokkal jobb népességet lehetett feltartani. Tehát itt volt ez az ősműveltség, aminek láttuk a vallását. Ez a Kárpát-medence népének egy nagyon fontos jellemzője. Eltelt 30 ezer év, időszámításunk előtt 5700-ban vagyunk. A Kárpát-medencében jön egy újabb forradalom, a fémművesség fölfedezése. Ismét kelet felé megy, mint az előbb. A nagyobbik részben ugye kelet felé ment, a fémművesség terjedése. Éppen amikor átjut a Kaukázuson, ezen a képen még nem látszik, az időszámításunk előtt 3000 és 3500 között, jut át a Kaukázuson Mezopotámiába, pontosan akkor jelenik meg ott a mezopotámiai civilizáció, nem volt népe, és létrejön az első olyan írásos műveltség, amely agyagba égette az írását. Az 1500-i nép, ahogy édesapám Kolozsvári Grandpierre-rendel írta, fára rótta az írását, és az nem maradt fenn. De a Kárpát-medence, ez az ősi Európa civilizáció, amelyik a fényművességet is fölfalálta, városépítő, templomépítő, írástudó nép volt. Jogarakkal temetkező, templomépítő, kőkörépítő bölcsek rajzottak ki a Kárpát-medencéből világszerte, és vitték szerte szét a magas tudást, mégpedig önzetlenül, nem gyarmatosító szándékkal. Azt írják róla, az emberiség legősibb tanítómestereit, részrehajlás és előítéletek nélkül dolgoznak. A bölcsesség, az ősi bölcsesség, az ősi természetes, életfontosságú tudásrendszer nyomában vagyunk. Arról szól az előadásomnak ez a része. Az emberi válástól az őskoron át az ókorig és a középkorig és a máig. Most jön az ókor. Az ókorban tudjuk a hunok, közép-ázsiai hunoknak a vallásáról, megírta egy G.G. Modi nevű indiai tudós, hogy a hunok ősi vallását úgy hívták, hogy mazdaizmus. Mazda azt jelenti bölcsesség. Bölcsesség tisztelet. Megint a bölcsesség. A mágusok. A bölcsesség. Az a bölcsesség, ami azt jelenti, hogy az élet javára történő tudás. Az élet javára irányuló tudás. Az, ami szükségképpen az idegrendszer alapfeladata. Ami az élethez szükséges. Ami az élet természetes medréhez szükséges. Ez az, ami nincs meg. Nem természetes mederben zajlik az életünk. Azt se tudjuk, mi az. Minden, ezek az emberek tudták. És mi volt a jellemzője ennek a bölcsességtisztelet, ami tudta, hogy mi az életnek a természetes medre? Ezt írják róla, Ragozin nevű szerző ezt írta 1898-ban, jelent meg a könyve, fenségesen egyszerű és abszolút tiszta tudásrendszer. Két lépésben a világegyetem lényei. Lehet ennél egyszerű? Nincs. Nem lehet. És ott vagyunk a világegyetem lényei két lépésben. És ez volt a jellemzője annak a bölcsességnek. Szinte biztos, hogy ugyanez, és majd kiderül, hogy tényleg. Az ókorban ismerték azt az eszmét, hogy létezett a bölcsek köve, amiben csak bele kellett nézni, és az ember választ kapott a kérdéseire. Ez egy kis túlzás, ugye misztifikáció. A valósággal létezik egy bölcsek köve, az egy természetesen, miután bölcsesség egy tudás, ez egy tudásrendszer. A bölcsek nem a kőtől lesznek bölcsek, hogy van egy kő a zsebükben, vagy az asztalukon, hanem attól, hogy képesek mélyrehatóan gondolkodni az élet javára, megtalálni a legjobb lehetőséget. Ez a bölcsesség. Pont az, amit egyébként az idegrendszer alatt feladott. És tudták az ókorban, hogy létezik ilyen tudásrendszer. Akkor még voltak nyomai. És úgy hitták, hogy ez a bölcsek kör. Voltak, és ez az örök élet itala. Mert az életel az, ami a bölcsesség rendszerének a lényege. És hogyha ezt gyakorolja valaki, és az életelnek megfelelően állandóan az életenergiát, az élet javára fordítja, és az életenergiáját állandóan magas szinten tartja, akkor ezzel az örök élet felé halad, tehát, hogy mondjam, hosszabb ideig tud igazi életet élni, mint hogyha elmulasztaná ezt a lehetőséget. Tehát ez gyakorlatilag a ténylegesen működő örök élet itala. Ez a prima filozófia, az elsődleges filozófia. Arisztotelész kereste a metafizikát, ami a számára már homályos volt, hogy pontosan mi az.
azaz az átfogó tudomány, amibe beletartozik a fizika, de nem merül ki a fizikában, hanem a fizikánál mélyebb kérdéseket vizsgál. Ez az elsődleges tudás, ami minden tudásnak az alapja. A prima filozófia. Mit jelent az, hogy filozófia? Szófia azt jelenti bölcsesség. Állítólag a görögökkel kezdődött a bölcsesség. Tehát ezek szerint ilyen páratlan hazugságok. Tehát, hogy az előtt utálták a bölcsességet, hogy az életet nem szerették az előtt az emberek. Hogy ilyen blőd, vak butaságot elterjedt, ehhez bátorság kell. És az emberek beveszik. Az első filozófus, olvastam róla számtalanosok, a lexikonokban, az időszámok előtt 600-ban, akkor kezdtek el az emberek. Jé, a bölcsesség! Micsoda? Na ez az agymosás. Az örökké, prima filozófia, mathesis universal, egyetemes matematikával leírható. És tényleg ezek a anyagelv, értelemelv, életelv, mindegyik leírható matematikai alakban, az, ami belőle matematikai megfogalmazható, a legnagyobb hatás elve, az a Bauer elvnek egy általánosabb forma, egy matematikai alakban megfogalmaztam. Persze nem tudtam megjelentetni a nyugati lapokban, mert nem erre irányul, majd ki is terül. És létezett egy olyan tudás, hogy a minden tudás között van egy olyan tudás, ami a summum bonum, ezt a nevet kapta. A legfőbb jó. A jóknak az összessége, amiben minden jó benne van. Van egy ilyen jó. És ezt tudták is. És azt is tudták, hogy ez a tudás, ez a valóságnak megfelelően megalapozott világnézet. És ez a filozófia a legfőbb célja. És hogyha ezt elérné, azzal beteljesülne a filozófia. De ezt a célt csak hébe-hóba követték, és máig még az elmúlt 3000 évben még elmaradt a megoldás. És most ez az, amit önök ti hallottatok. Itt vannak, hogy mondjam, az idők megértek, és lepottyantották az eredményeket. És most már közkincsé válik az a tudás, ami iránt 3000 évig törekedtek a filozófusok. Minden jó közül a legnagyobb jó. Az életfontosságú tudás, ami az élet javára szolgál, ami minden helyzetben megmondja, hogy a számunkra, hogy mi az, ami a legjobb. Na, ez tényleg egy fontos tudás. Az ókor, bölcsek követ, örök életitala. Az ókori görögöktől máig vezet a tudomány vezérfonala, és ez micsoda? A természet axiómáinak megtalálása. Thales, mit keres, az első görög tudós, mit keresett? A természet alapelvei. Csak nem tudta, mi az. De valahonnan tudta, hogy hogyha az meg lenne, akkor értenénk a mindenséget. De már nem tudta, hogy mi az. Na ezzel kezdődött. A homály. Ugye? Valamit átadtak azok, akik bölcsek voltak. Ő már nem volt bölcs, de tudta, hogy a bölcsek ezt mondják, kereste az alapet. És 1000 évig a görögök nem találták meg. Most pedig itt egy órán belül elhangoztak mind a három. Érthető? A Schütz Antal, aki 1940-ben írta a bölcseltelemek, ő azt írta, hogy a megismerés alapelve az a legfontosabb. Tényleg. Nem ismerte valahol az eredménybiológiára. Nem volt teljes képe. Az élet kimaradt abból a képből. Most állt össze ez az egész rendszer. A természet axiomán ez volt, amire törekedtek. De hogy hogyan? Mindenki egykör egyik szinten. A nagy gondolkodó, a legnagyobbak közül. Nincs az elmének hőbb vágya, írja Francis Bacon, aki modern tudományos módszertan ki. Mint hogy a legáltalánosabb elvekhez emelkedve megnyugvást találjon, hogy végre értem ezt a világot, végre értem az élet lényegét, a mindenség lényegét. Lépésről lépésre jusson el a természetben valóban leginkább közös elvekig. A tényekből leszűrt axiómákig, magyarul alapelvekig. Ez az igazi út, írja Francis Bacon. Csak hogy nem próbálja senki. 1620-ban. Leírta, hogy ez az igazi út. Azóta se volt túl sok érdeklődés. Bauer Erwin volt az első, aki ezt megértette, és megpróbálta, és sikerrel járt. És azóta nem érti senki Bauer Erwin. Ugye? Mert ő nem fogják tudni, mert más az agymosás, másképpen mondom, beállítódva. David Hilbert, Bauer Erwinnek a 1920-ban írt az első tanulás. Bauer ott tanult Göttingenben, ahol David Hilbert tanította a programját.
David Hilbert volt a 20. század első felének az egyik legnagyobb matematikusa, vagy talán a legnagyobb. De nem a, és a leghíresebb is volt, most már nincs annyira jó sajtója, de ez inkább azt jelenti, hogy akkor valószínűleg még nagyobb tudós volt. Azt írta David Hilbert, minden, ami tudományos gondolkodás tárgya lehet, axiómákon alapszik. Amint megérik az elmélet, és megérett az idő. Az axiómák mélyebb betekintést adnak a tudományos gondolkodás lényegébe, és tudatára ébredünk tudásunk egységének, a mindenség tudásának. Hogy a természettudomány egésze, az az igazi tudomány, a természettudomány, a természet egészének a tudomány. A legvégső szintig, az alapelvekig. És mi a mai álláspont, a mai hivatalos álláspont? Gondolhatjuk. Azt írják, semmi sem elfogadhatatlan a legújabb kori filozófiában, mint az első erről alkotott elképzelés. Amit eddig 3000, és azt írja a Stanford Encyclopedia of Philosophy, azt írja, hogy 2700 éven át ez volt az a vörös fonal, ami a tudomány fejlődését irányította. Most mit mondtam, hogy tudom, ezt a vörös fonalat úgy fejlesztjük el, hogy van. Ez tabu. Hogyha valaki ezt csinálja, kiközösítjük. Na, ideig, ez a nyugati tudomány nagy lépésekkel fejlődik. Nem éppen a legmegfelelőbb irányba, de határozott lépésekkel. Az biztos, hogy kőkeményen leszögezték. És mi volt a középkorban? Egységes kozmikus tudásrendszer. Isten központú tudásrendszer. Minden kar hallgató az egyetemeken, minden kar hallgatójának legelőször a fakultász árciumot, a mai bölcseleti kar ősét kellett elvégezni. Eredetileg ezek a bölcseleti rendszerre lettek volna hivatalosak. Még most is van ilyen, hogy hívják, hogy a bölcsész kar. Elvileg azt kellene tanulniuk, amit most önök ti hallottatok. Ez a bölcseleti rendszer. És a magyar nemzeti jelképek, nézzük meg. 28.000 éves Szent Koronát találtak régészek a Szungiri leleten, Moszkvától 180 kilométerre északkeletre. Ugye az Ősi Magyarország című könyvemben, a Selyemút őstörténetében ugye benne vannak a képek, és a Scientific American-ben megjelent egy egész cikk. Erről a régészeti leletről. És ott van mellett egy olyan napábrázolás, ami egy belső gyűrű, külső gyűrű, 8 darab páros küllő köti össze. Ami a nap tevékenységnek modelljének a lényege. 28.000 évvel. És 5.000 évvel ezelőtt a magyar nemzet itt a Kárpát-medencében jött létre dokumentálhatóan, a mai tudásunk szerint, az első világfa jelkép. A tatár lakai koromban megjelent a kettős kereszt. A világfa jelképe. Egy törzs és abból kiágazó képág. Életel, anyagelv, értelemelv. És ebből ténylegesen kifejlődött egy olyan jelképrendszer, ami az adott társadalom legfontosabb értékeit jelenti. A leggyakrabban és a legkultikusabb helyeken előforduló jelképrendszer, a koronákon és így tovább, azok a jogarakon, a felségjelvényeken leggyakoribb jelképek, azok mondják el a legtöbbet arról, hogy az a társadalomnak kik voltak a legfontosabb értékei, gondolatai, meghatározó eszmény. És hát a felség az azt jelenti, hogy a felső erőknek az ég hatalmazta föl az uralkodót, és ettől legális, hogy a mindenség akaratát váltja valóra. Különben csak egy hatalmi tülekedés lenne a társadalom, hogyha nem lenne égi felhatalmazása az uralkodónak. Ez volt a régi eszme. Ezt váltotta föl a nyugati király eszme, ami azt jelentette, hogy a mindenség az nem annyira érdekes, de az egyed uralkodó, a teljhatalmú, akinek alattvalói vannak, aki nem szolgálja a népét, hanem alattvalónak tekinti. Na ez volt a korszerű nyugati király eszme. Erre fordult ki. Az a napkirály eszme, ami a nép javára, és ami a magyar népfelség eszmében is benne van. A magyar Szent Koronán ugyanazt a napjelképet találtam meg, hogy egy belső gyűrű, külső gyűrű, 8 darab páros küllő köti össze. Mégpedig a Szent Koronának a legfelső lemezén,
amin áll az a kereszt, ami egy mágus kereszt, egy bölcs mágusoknak a keresztje. Egyenlő szárú és gömb van a végén, ami különösen hathatós keresztét teszi az ókori keresztek között. És ott is ugyanígy ábrázolják a napot, belső gyűrű, külső gyűrű, nyolcszoros páros között. És a bronzkori mágusok járták Európát, vándori jászlók voltak, és aranysüvegeket viseltek, csúcsos, szkíta süvegeket, aranylemezekből, és ezeken olyan napjelképek voltak, amelyek belső gyűrű, külső gyűrű, gyorsdarapárok, mint a szungíri 28 ezer éves lelek, és mint a magyar szentkoronán. Különös egy lelet sorozat, és ezt mind azért vettem észre, mert megértettem a világegyetem lényegét. Na most nézzük, itt van az egynek a jele, három jelből áll. Nem létezik, hogy az egyet valaki azt mondja, hogy három jelen akarom ábrázolni. Csak akkor, hogyha az a valaki tudja, hogy az egynek a lényege a három. A világegyetemnek a lényege három alapel, és ez alkot egységet. És amikor ez a három alapelből a középső kiugrik, akkor lesz belőle egy kettős kereszt. És itt a magyar rovásírásban, és egyedül a magyar rovásírásban, kettős kereszt az egynek a jele, három jelből. Nagyon nyomós indok arra, hogy a magyarok voltak azok, akik a legtovább fönntartották és megőrizték azt az ősi tudást, ami az idegrendszer alapfeladata, hogy az életnek megfelelő döntéseket tudjuk meghozni. És ami az emberiség ősi tudáskincs, és ami a bölcsek követ. Itt van a magyar nemzeti zászló. Hármas halom. Hármas halom. Három jelenség törvénnyel, egyik hármasság, vagy egy háromság, megint egy vallásos fogalom, másik hármasság, test, lélek, szellem, anyag, vagy anyag, élet, értelem, másik hármasság, mindegyik, mind a három téren, az anyag, az élet és értelem, egy jelenség törvénnyel, hármas-hármasság. Hármas halom. Rajta van egy korona. Ha megnézzük ezt a koronát, láthatjuk, hogy van rajta három ág. Egy, kettő, három. Három ág. És mindegyik ágon van három víz. Ez azt jelenti, hogy hármas-hármasság. Ugye? Milyen érdekes. Hármas halom, rajta egy korona a hármas-hármassággal. És utána harmadikként ott van az egy-háromság elő, a kettős kereszt. Ami szintén harmadikként egy-háromság, tehát így, ilyen értelemben hármas-hármasság. És ez a három-hármas-hármasság jel maga egy egyháromságot alkot, mert ez megint egy egységes egészet ad. Magyar nemzeti zászló. Bölcseleti rendszer. A legfőbb jelképei. Felség jelvénye. Ugye a magyar nemzeti címere. Betó. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a nemzeti jelképeink őrzik azt az ősi bölcseleti rendszernek a jelképrendszerét, ami az emberiség ős tudás és ami az idegrendszer alapfeladata. Azt a bölcseleti nevet, ami a bölcsek követ. Itt van, én látható közelről. A három ág, és mindegyiken három rügy. A középsőben ott van a piros, az élet, a vér. De még jobban látható. Itt van az egy zászlaja. Hogy hívják a magyarságnál az egyházat? Az egy házat. Egy házat. Az egynek a házat. Ugye, amikor megér, ott adták át az egy tudását, a világ egyetem irányító központjának a tudását. Ezekben az egyházakban. A korona világszó, ugye szungír, és itt van a Szent Korona, és itt tovább, itt vannak a kettős keresztek, a nemzeti címer, itt van Árpád régészetreletei, életfa, kettős kereszt alakban, és itt van rajta még egy-két ilyen spirál, az éles spirálja, ami aztán, igen, szóval itt látható Asszíriából, időszámos került 900. Kettős kereszt, majdnem mint az Árpád leletein, és ugyanúgy itt vannak ezek a lefelé haladó spirálok, mint ezen. Van valami hasonlóság a kettő között, akárhogy is nézzük. De a kettő között van 2000 év különbség. Egész jól. És hogy ez véletlen lenne, hát az... Mezopotámia, ugye? Nézzük, Mezopotámia, életfa. Hármas-hármasság, az életfa törzsén. Az életfa törzsében áramlik az életerő. Ott van egy hármas-hármasság. Hogyan van ez? És nézzük meg, itt vannak rajta az ágak. Az ágakon van egy rügy vagy szirom. Három. Egy.
három, egy, három. Amikor ezt észrevettem, hát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy egy háromság, egy háromság, egy háromság, egy háromság. Ezt akarom mondani, hogy egy háromság. Ugye, látható. És közben itt hármas háromság. És nézzük, itt van egy másik. Hármas háromság, ugyanúgy, mint itt az életfa törzsén, Mezopotámiában, időszámításunk előtt 1000 vagy 3000 közül, az kozmikus életfának a csúcsán hetesség, hét életcirum. Ez a könyveimben leírom, sejt, egyén, család, nemzet, emberiség, földi élővilág, kozmikus élővilág. Az élet közösségi természetű. Egymásra vagyunk utalva. Az élet kiteljesedése csak így képzelhető el, hogy egymás javára élünk, hogy a népek egymás javára és az emberiség családjának a tagjai. És itt minden család arra irányul, hogy boldog legyen a gyerekek, boldogabb, jobb jövőt éljenek, hogy fölt emeljük, értelmesebbek legyenek, a lelki világok egészségesebb, jobb legyen. Ugye ez lenne a cél, és ez lenne a természetes társadalomban is a cél. Itt van hármas hármasság, Árpádné 1-2-3, ugye ez egy egység, egyformá. Itt van ezek között egy hármasság, ezek között megint egy hármasság, megint egy hármas hármasság. És itt még van egy harmadik hármas hármasság is. Hármas hármasság háromszor. Ugye ugyanígy ezen a valamin, és akkor kettős kereszt, hét életszint, napkereszt, itt is van a hét csillag, ugye Közép-Ázsiában. Ott is a Mezopotámiában látható, itt a mágus kereszt, itt van kettős kereszt, a Yang Yin jel innen eredt és innen terjedt el Kínába az ős Európa műveltségből. Nemzeti színek Eurázsia mentén hasonlóak. A magyar vonatkozás nemzeti jelképek szintén ugyanitt. Itt van a bezdédi tarsolylemez, Árpád népének rejtenyi. Itt a mágus kereszt a közepén, itt egy hármas, hármasság, hármas, és itt van hetesség. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A hét cirom, mint a mezopotámiai életfa. Ugye, micsoda sokszoros, ugye itt van egy másik kép. Micsoda, itt van a szungiri lelet. Látható, itt van a fejpántja. Olyan mamut csontgyöngyök, amik ilyen parányi közgyöngyök, amiknek a közepén egy még sokkal parányi lyukat fúrtak. Azon átfúrtak valami olyan korabeli nejlont, vagy hogy mondják, amivel a horgászok halásznak, damilt, vagy... Nem tudom, korábban 28 ezer évvel tamírt úgy húztak át ezeknek, nem tudom, hogy csinálták 28 ezer évvel ezelőtt, mert akkor műveletnek kellett volna lenniük, hogyha betartják a játékszabályokat, amiket ma róluk írnak a sajtóban. És képesek voltak itt több ezer ilyen mamut gyöngyöt úgy összefűzni, hogy ebből ki, hogy ez megmaradt 28 ezer évig. És egy fejpánt. És itt egy másik fejpánt. És hogyha itt ez igaz, akkor ez egy akkor ez a másik, tehát ez a maga a homlokpánt, ez az egyik keresztpánt, és ha minden igaz, akkor ez a másik. Keresztpántos korona. És akkor itt van egy napjelkép mellett, szemmagasságban. Mit mondanak a nyugati tudósok? Dárda. Gerej. De hogy akkor miért van az arra? Ja, és olyan nehéz, hogy az alig lehet eldobni egy-két méterre. Tehát az nem igazán dárda. És nem, de mit gondol a nyugati fegyver nyilván. Ugye van egy tea, hogy hívja a kínai, akik ezt felfedezték, úgy hívják, hogy a mennyek temploma. Hogy hívja ugyanezt a templomat az angol száz világ? Gunpowder, vagyis lőpor, fegyverpor. Ami az egyiknek a nagy dobás, az a mennyek temploma, a másiknak pedig a lőpor. Hát, ugyanaz. Csak másképp, más a szemlélet. Na hát ezt kell észrevenni, hogy nem mindegy, hogy mi a szemléletünk. Itt van az a belső gyűrű, külső gyűrű, 8 darab páros külő. Időszámításunk 28 ezer évvel ezelőtt. Aranyba öltözött ki. Itt van a 3000 évvel ezelőtti aranysüvegről napjelkép. Belső gyűrű, külső gyűrű, 8 darab páros külő. Itt van a magyar szent korona, legfelső lemezen. Napjelkép, holdjelkép. Napjelkép kinagyítva, belső gyűrű, külső gyűrű, 8 darab páros külő. Mi folyik itt? És miért nekem kell ezt megtalálni? Itt a magyar szent korona. Ugye? És akkor még annyit mondanék, hogy az ősi Eurázsia népzenéjét fölelevenítjük, tehát az érzésvilágot is közel hozzuk. A Vágtázó Csodaszarva zenekarral december 18-án jövő szombaton, vagy vasárnap, jövő vasárnap lesz, 20 órakor a Dürer kertben, nem messze a fonokból. Köszönöm szépen a figyelmet!